meghalt Zeyzel Endre, a talán legismertebb magyar tudós orvos. Ismertségét elsősorban genetikai kutatásai alapozták meg, világhírre a magzatvédő vitaminok területén tett vizsgálatai tették. Azt vallotta, a legnagyobb természeti kincs az emberi tehetség. A genetikus 2 évvel ezelőtt árult el, hogy leukémiás. Akkor legyőzte a kor, de később újra kórházba került. Még ekkor is dolgozott, bemutatta a dr. Zeyzel magzatvédő multivitamint. Az ember, amikor már nem egészséges, és talán nincs is jól, akkor azért én szeretem a genetikai tanácsadást végezni, mert azért érzem, hogy a hozzám eljövőkön tudok segíteni, érzem bennük még a köszönetet is, és érzem azt, hogy azt tudok nekik segíteni, hogy egészséges kisbabájuk legyen. Az egy nagyon nagy dolog. Focistának, majd történésznek készült, végül apja akaratának engedve orvos lett. A gének fontosak, de hogy ugye gondolja meg azért a fogantatáskor, ott kialakul egy DNS makromolekulában egy tervrajz, ami a lehetőségek birodalmát jelenti. De a genetikusnak kell kimondani, hogy ebből mi lesz, az a családtól függ, az iskolától függ, a társadalomtól függ, meg a szabad akarattól, mert az is egy nagyon fontos dolog, hogy felelősek vagyunk a saját életünkért. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen diplomázott. 1984 után az ENSZ egészségügyi világszervezetnél dolgozott. Később a WHO központ igazgatója lett. Kutatásai kiemelkedő témája az öröklődés, a genetikai ártalmak, a vele született adottságok vizsgálata. Országos ismertséget a Születésünk titkai című műsorral szerzett, amelyet több millióan néztek hétről hétre. Mesélt erről a Húzós című portré műsorunkban. A tévének köszönhetően rengeteg előnyöm volt. Tehát azért biztos, hogy meg tudtam olyanokat oldani Magyarországon, amit különben nem tudtam volna. Az egy furcsa orvosi pozitívum, ilyet nem lenne szabad mondanom, hogy azért Magyarországon az összes különleges rendes gyereket előbb-utóbb elhozták hozzá. Na most ez azért érdekes, mert hogy például, ha megnézné a nem tudom, mégközi katalógust, az a genetika bibliája, ott azért mondjuk 6 olyan Zeyzel-szindróma van, amit a világon először én találtam, mert hogy eljöttek hozzám ezek a különleges esetek. Zeyzel Endre több mint 300 angol tudományos mű, 29 magyar ismeretterjesztő, valamint 17 tudományos szakkönyv szerzője volt. Nyugdíjba vonulása után azt kutatta, mitől lesz valaki géniusz. Utólag úgy verjük a mellünket, hogy hány magyar Nobel-díjasunk van, hány nagy magyar muzsikusunk van, micsoda matematikusaink voltak, vannak, de amikor az ember azért megismeri az élettörténetüket, akkor azért úgy kiderül, hogy amíg éltek, azért inkább bántották őket, akadályozták őket. 3 évvel ezelőtt a Húzósban arról beszélt, hogy élete egyik különleges adományának tartja, hogy megadatott neki ez az ország, és az, hogy ennek az országnak a népességével foglalkozhatott genetikailag. Olyan klassz, hogy én az életemben akkor szembesültem ezzel a fejlődés rendenség problémával, amivel azt mondták, hogy ezen nem lehet változtatni, hogy most azért ott tartunk, hogy legalább a felüket már meg tudjuk előzni.